segítsük őket a munkába, hogy fejlődjenek. Ezért jöttünk ma itt össze. A Bozsik rendszer egyik fő feladata, hogy minél több tehetség jusson el alacsonyabb osztályú klubokból a legjobb akadémiákra. Ezt a célt szolgálta a tegnapi szakmai nap is az olajbányás sporttelepen. Számtalan tehetséges fiatal játékos és kapus is került tőlünk nagyobb klubokhoz, aminek tulajdonképpen mi örülünk, hiszen hogyha a rendszert nézem, akkor ez a célunk valahol. Ezeken felül természetesen nagyon fontos az is, hogy a tehetségeinket mondjuk itt tudjuk tartani. Azt gondolom, hogy ebbe is azért tudtunk előrelépni. Előre Ennek az egyik fontos alappillére volt szerintem az, hogy a felnőtt csapatunk újra a bajnokságba tud szerepelni. A kapus találkozó idősebb Laszár ötlete volt. A szakember szerint nagy szükség van a szakmai beszélgetésekre, hiszen a modern futball nagyon gyorsan fejlődik, ezért a kapusoknál egyre nagyobb szerepet kell kapjon a mentális felkészülés ezeket az újításokat az FC Nagykanizsánál is követik. Persze panikvám nekem a kapusok lelké felkészítése. Ehhez a, a poszhoz nyugalom kell, bátorítás kell, a kapus edző feladata elsősorban ez, el, de természetesen a, technikai, a taktikai, a fizikális felkészítés is fontos. Hát erről fog szólni ez a dolog. A kapus játék változásairól szintén, egyre nehezebb lesz védeni, talán ezért is nem jönnek olyan sokan, pedig hát ez a legszebb poszt a futballban. Az előadáson részt vett az MB3-ban szereplő gárda kezdő kapusa Horváth Márton, valamint az FC Nagykanizsánál dolgozó két kapus edző, Horváth Gábor és Munkácsi Zsolt is. A gyakorlati bemutatóval záródó találkozót a tervek szerint pár hónap múlva újra megtartják.